József Attila, kész a leltár. Magamban bíztam elejétől fogva. Ha semmije sincs, nem is kerül sokba ez az embernek. Semmiképp se többe, mint az állatnak, mely elhull örökre. Ha féltem is, a helyemet megálltam. Születtem, elvegyültem, és kiváltam. Meg is fizettem, kinek, ahogy mérte. Ki ingyen adott, azt szerettem érte. Asszony, ha játszott velem hitegetve, hittem igazán, hadd teljen a kedve. Sikáltam hajót, rántottam az ampát, okos urak közt játszottam a bambát. Árultam forgót, kenyeret és könyvet, újságot, verset, mikor mi volt könnyebb. Nem dicső harcban, nem szelíd kötélen, de ágyban végzem. Néha ezt remélem. Akárhogyan lesz, immár kész a leltár. Éltem, és ebbe más is belehalt már. Gondold el, ha most is élne, hányan követnék a szellemét? Gondold el, ha most is élne, hányan támadnának haraggal rá? Jelkép lett a nép, de forró fejét kőbe vésve láthatod sok íróasztalon. Gondold el, ha most is élne, milyen csendben hallgatnák a verseit. Jó reggelt kívánok! Tisztelettel és szeretettel köszöntjük Balatonszárszón a 31. költészetnapi rendezvényünkön megjelent vendégeinket. Köszöntöm a környező települések polgármestereit, megyei és járási intézményvezetőinket, meghívott író, költő és politikus vendégeinket, valamint a József Attila versmondó versenyre érkezett diákokat és felkészítőiket. Külön köszöntjük Nemes Márta tanárnőt, aki megálmodta és hosszú éveken át szervezte ezt az ünnepi alkalmat. Jó reggelt kívánok! Felkérem iskolánk igazgatónőjét, Szabó Zoltánné Gerencsér Ilonát, hogy házigazdaként köszöntse a versmondó, versszerető, bennünket megtisztelő érdeklőket, vendégeinket. Költészetnapi rendezvényünkön sok szeretettel köszöntöm a verskedvelő tanulókat, pedagógusokat, vendégeinket, a Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamennyi dolgozója, tanulója nevében. 113 évvel ezelőtt Isten a földre küldött egy elképesztő tehetséget, egy apró, törékeny testbe, József Attilát. Tiszteletére ünnepeljük ma a költészetet. Szeretem ezt az ünnepet, szeretem, mert a versek nélkül az élet sokkal szegényebb lenne. Az irodalom magába szippant, megragad és elrepít egy másik világba. Az irodalom az élet egyik legnagyobb ajándéka. Tulajdonképpen a mai időszakban már nem divatos verseket hallgatni, verset olvasni, de én azt gondolom, hogy a verseknek az olvasása és a hallgatása egy soha el nem múló és fontos feladat számunkra. Vannak olyan versek, amelyeket ha hallgatunk, akkor az ember libabőrös lesz. Ilyen versek például Kölcsei himnusza, Vörös Marti szózata, Petőfi nemzeti dala, vagy ilyen vers József Attila Mama című verse. És azt gondolom, hogy itt van elrejtve a lényeg. Ha valami több év, több száz év után ilyen hatással bír, az megérdemli az ünnepet. Mi, akik ide eljöttünk, biztos vagyok benne, hogy az átlagnál gyakrabban, sűrűbben veszünk a kezünkbe verses kötetet, olvasunk verseket. Én kívánom, hogy ez továbbra is így legyen. Kedves vendégeink, tisztelt ünneplők! Ünnepeljük együtt ma a költészetet, ünnepeljük együtt az életet. Jó magam is tiszta szívvel köszöntöm a megjelenteket. Nagyon boldog vagyok, hogy már több éve ide sereglik ez a sok ember, ez a sok-sok fiatal,
aki a költő verseit adja elő. Szárszó mindig is nagyon nagyra becsülte ezt a gigantikus költőt, az emlékét mindig a megfelelő helyen kezelte, és tudjuk azt, hogy ma már Szárszó zarándokhely lett, ugyanis az új felújított csodálatos emlékmúzeumba évente több 10 000-en jönnek, és látogatják meg az ott kiállított eszközöket, tárgyakat, fotókat. Ez a nap valóban, mint ahogy hallottuk az előbb, Szárszón is egy óriási nagy ünnep, és ami még ettől is nagyobb érték, hogy a Kárpát-medence valamelyik iskolájában leteszik a tollat, és a gyerekek verselnek, verseket mondanak, versengenek. És a boldogság azért is hatalmas, mert minden évben állunk itt a mikrofonnál, és új gyerekeket látunk, új arcokat látunk, és készülnek erre a napra, készülnek erre a versengésre. Somogy megye, ahogy elhangzott, nagyon régóta támogatja azokat a rendezvényeket, amit somogyi értékként tartunk számon. Külön öröm számunkra, hogy folyamatosan itt lehetünk, és elmondhatjuk, hogy büszkék vagyunk az itt lakókra, büszkék vagyunk arra, azokra az emberekre, akik őrzik és továbbviszik azokat a hagyományokat, amit itt ma megünnepelhetünk. Polgármester úr elmondta, hogy mennyire jó látni új arcokat. Én azt is elmondanám, hogy mennyire jó látni régi arcokat. Azt gondolom, erről szól a mai nap, hogy vannak régi arcok, vannak új arcok, vannak, akik őrzik, és vannak, akik tovább viszik azt a hagyományt, azt az értéket, amit ránk hagytak elejük. Én köszönöm, hogy megemlékeznek, köszönöm, hogy tartják a hagyományokat, hogy őrzik és tovább viszik, és bízhatok mindenkit, hogy a Somogyi Önkormányzat is fogja támogatni a rendezvényt, és azt a törekvést, hogy az értéktárba bekerüljön Balaton-Szárszó és József Attila. Idei programunkban a hagyományok közé beépítettünk egy új kezdeményezést, melynek elnevezése verskórus. A régi vágyunk, hogy bevonjuk a velünk ünneplőket ebbe az ünnepi programba, és ennek egyik kiváló módja az, hogyha közösen mondunk verset, hiszen erről lenne szó. Versvonattal érkezett hozzánk Jordán Tamás december 3-án, és az állomáson elmondta József Attilának a Számokról című versét. Tanultátok-e a számokat? Bizony, számok az emberek is. Mintha sok egyes volna az irkában, hanem ezek maguk számolódnak. És csodálkozik mód fölött az irka, hogy mindegyik csupán magára gondol. Külön akar lenni a többinél. Oktalanul külön hatványozódik, pedig csinálhatja a végtelenségét. Az egy, így formán mindig egy marad. És nem szoroz, és nem is szoroz. Vegyetek erőt magatokon, és legelőször is a legegyszerűbb dologhoz lássatok. Adódjatok össze, hogy roppant módon felnövekedvén az Isten is, aki végtelenség, valahogyan megközelítsétek. Következő megszólalónk Nyári László költő, akit Fodor András támogatása és barátsága hamar a József Attila és Balaton-Szárszó felé vezető útra térített. Szépségfák állnak illatokkal telten, lomjuk örök, tél sem vehette el, ágaikon énekel a pehely, s észbontó pompa nő a téli berken. Igen, újra álmodni, újra alkotni, újra fogalmazni, és újra tudni. A teremtésben, ha akarjuk, mindannyian osztozhatunk. A kérdés már csak az, hogy akarjuk-e. A választ tudjuk. A többség ilyesmit nem akar. Elég nekik a költészeten inneni világ, a napi nyűgök, a gazdasági kényszerek, s a kényszerek legyőzéséből származó sikerek, aztán a jól megérdemelt pihenés. Ehess, ihass, ölelhess, alhass. Továbbá nézhess filmet, strandolhass, vitorláshass, küldhess ólmot az élő testbe, s annyi minden még, csak a mindenséggel nem érd magad, mert neked az nem való. A teremtésnek soha nincs vége, csak figyelj, az ének
örökké szól. De nem a füled hallja, ha hallja, hanem a szíved. Hétköznap rügyekből lopott örömet, s bánatát fák karmoló gyökereibe tiporta, emészszék, ha tudják. S vasárnap, ha tágra nyílt mosolya, az egész világot szerette volna szeretni, de a világ felfordította a fákat, kirázta belőlük eltiport bánatát, s belenyomta szép szabdalt kezébe, fogja, hisz az övé. Ó, az igazságos világ! S azóta minden vasárnap imádkozni jár bús szemekkel az erdőkbe, egyedül. Mert a fák legalább maguktól fejre nem állnak. Karóval jöttél, nem virággal. Feleseltél a más világgal, aranyat ígértél nagy zsákkal anyádnak, és most itt csücsülsz. Mint fák tövén a bolond gomba, így van rád, akinek van gondja. Be vagy zárva a hét toronyba, és már sohasem menekülsz. Április 11-én immár hagyományá válva a költészetet, a költőket ünnepeljük. Mégis rendhagyó és különleges ez a hely. Rendhagyó és különleges ez az ünnepség. Balatonszárszon vagyunk, és mélyen megérint minket a már bevésődött évszám, 1937. december 3-a. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, ezen a helyen, és emlékezhetek. Lerúhatom kegyeletemet, tiszteletemet a költő emléke előtt. Ő egész népét tanította, és tanítja ma is, nem középiskolás fokon. Kérem, emlékezzünk rá a költő zsenire, akit kortársai nem mindig értettek, és nekünk az a feladat jutott, hogy az ő nagyságát megőrizzük. Csúri Sándor, aki talán 1995-ben állt itt, egy helyét úgy fogalmazott, hogy a tehetség úgy van elosztva, mint a napsugár. Süt a nap, ezt nem mindig mondhattuk el az elmúlt években, és nagyon sok tehetség van itt. Ezért én hiszem, hogy ma Somogyország lírai fővárosa Balatonszárszó. Úgy, ahogy tavaly december 3-án az ország lírai fővárosa Balatonszárszó volt, hiszen a nosztalgia versvonat nagyon sokakat vonzott, és valóban jelen volt József Attila. Mi az alkotás? Kelemen Lajos, József Attila díjas költőnk, írónk, esszéistánk, aki március 15-e alkalmából vette át ezt a díjat, az egyik interjúmban így fogalmazott. Az alkotás az egyik legnagyvonalúbb kölcsön Istentől teremtményei részére. József Attila örökérvényű sorait idézték az előttem szólók. Én is hadd mondjak egy nagyon fontosat. Miért legyek én tisztességes, kiterítenek úgyis? Miért ne legyek én tisztességes, kiterítenek úgyis? Rendkívül találó volt az első vers. Ugye tudjuk, hogy József Attila egyik utolsó gyöngyszeméről van szó, de végül is ugye a helytállásról és a becsületről szól, amelyek ma olyan értékek, olyan konzervatív becsek, amelyeket ápolni kell, és óriási felelőssége van a felnőtt társadalomnak. Én magam ezer szállal kötődöm Balatonszárszóhoz, ahogy elhangzott, ugye itt kutatásokat végeztem éveken keresztül, amiből aztán két kötet is sikeredett. Mostanra azt kell mondanom, hogy Balatonszárszó talán Magyarország egyik legbiztonságosabb települése. Magam úgy gondolom, hogy a továbbiakban is minden erőmmel támogatnom kell ezt a programot, hogy így is maradjon, mert befektetni kell a prevencióba, másfelől pedig ennek a gyönyörű hagyománynak az ápolásához szeretnék szerény eszközeimmel is hozzájárulni. Köszönöm szépen! Immár 20. alkalommal ad helyet Balatonszárszó a József Attila szavalóverseny megyei döntőjének. Somogy és Tolna megye 23 iskolájának legjobb 47 versmondója jött el ma hozzánk, hogy összemérje tehetségét, felkészültségét. Ez a balatonszárszói József Attila tiszteletére rendezett, ahogy Lőri Sádor említette, több mint 30 éve megrendezésre kerülő verseny, az oktatási hivatalnak kiemelt versenye. Nagyon sokan vagytok versmondók, és nagyon sok felkészítő tanár,
már a versmondó versenyen készül a következő évi versmondóra is. Kívánok mindenkinek jó alkotást, igazi értékteremtést a mai napra, és ezennel a 2018. évi József Attila tiszteletére szervezett versmondó versenyt megnyitom. Kis kecelányom fehérbe vagyon, fehér a rózsa kezébe vagyon, mondom, mondom, fordulj ide mákám, asszony, mondom, mondom, fordulj ide mákám, asszony, cidrusi menta kajtai rózsa, elmennék táncba, ha szép lány volna, mondom, mondom, fordulj ide mákám, asszony, mondom, mondom, fordulj ide mákám, asszony. Megszervezésében mindig nagy szerepet vállalt Szőke György, iskolánk művésztanára, településünk díszpolgára. Bár szeptemberben nyugalomba vonult, mégis szívesen vállalt feladatokai rendezvényeket. Ez alkalommal egykori diákja Németh Gábor munkáira irányíthatja majd figyelmünket. Ez a szavak ünnepe, de itt képzőművészetről van szó, és egy képzőművész nem szeret itt állni, beszélni sem igazándiból, mert ezek a dolgok azok, amit megbeszélniük kellene, vagy helyettük. Kicsit magamról, 40 év, közel 40 év a pályán az egy elég hosszú idő, és nagyon sok tehetséges tanítványom, gyerekem volt, de be tudnám szűkíteni 40 évet 10-re, aztán utána már csak 4-re, és akinek úgy tűnik, hogy ez kezd bejönni, az a Gábor, aki igazándiból egy olyan szinten van most már, hogy magam sem hiszem el, hogy ugyanabban az épületben jár, ahova én, és egyetemista szobrászművész hallgató. Kicsi volt, azt mondja, Gyuri bácsi, van egy 200-asa? Van. Ugye, rögtön egy kettét épte, és hajtott belőle nekem egy békát. Ez tizen sok évvel ezelőtt történt. Ezzel a történettel, vagy apró kis 3D-s jelzésre szeretném tudatni, hogy sokat várok, és már most büszke vagyok rád, és örülök, hogy itt vagy közöttünk. További jó munkát kívánok, és kitartást. Mi indított el a pályád? Azt, hogy a pályán mi indított el,
azt nehéz lenne kifejezni, ugyanis ebben mozogtam már mindig is. Már kiskoromban, és ahogy Gyuri bácsi is mondta, hogy kiskoromban is már észrevették, hogy ez a világ, ami engem vonz, és ez ugyanígy maradtam. Szóval így az, hogy mindig ott el a pályán, azt nem tudok rá válaszolni, mert ebben voltam mindig is. Mindig is ez volt, ami így volt bennem. Hogy kezdődött ez az egész művészeti tevékenységed? Legelőször ugye úgy kezdődött el, most itt vagyunk kiállítva, volt általános iskolában, ugye mondhatjuk azt, hogy innen indul. Ugye az első szánycsapások ugye Gyuribán megadta, mert látta, hogy ez a gyerek az nem csak szépen rajzol, hanem hogy érti is, hogyha mondhatom így. És ugye tovább ment ugye középiskoláig is, és ott egyre többet tanultam meg, kinyíltak az ajtók, hogy mik a lehetőségek, hogyan lehet csinálni, és most, hogy fölkerültem az egyetemre, így még gazdagabb az anyaghasználat, még több lehetőséget adtam én, és ki kell ezt használni. És így eljutottam most egy olyan szintre, hogy bármi, ami van, azt ma akarom tanulni, és úgy érzem, hogy ez fönn is állt mindig is. Ez a kíváncsiskolás az anyagterén, művészetterén, és ez mindig is ez volt a mozgató rúgom. Milyen témával foglalkozol? Témámhoz ugye láthatjátok is, hogy főleg a figurális emberábrázolás. Ugye érzelmek, a mozdulatok, gesztikulálásoknak kifejezés a szobrokba, hogy hogyan tudnám egy gondolatot, vagy egy cselekményt, vagy bármilyen indulatot, vagy belső érzelmet átadni, vagy pedig külső érzelmi hatást átadni a szoborba, és úgy, hogy azt mindenki más is megértse. Pontosan hova jársz, és milyen szakra? És jelenleg Pécsi Tudományegyetemre járok a művészeti karra. Most vagyok harmadéves, és most lesz egy harmadéves szakmai szigorlatom is, és ugye amiket hoztam munkákat, az ugye most a helyszűke miatt is, de a legjobb rajzokat és munkákat igyekeztem elhozni. Nincs itt minden plasztikám, hanem a kisebb plasztikák közül, amiket tudtam, azokat hoztam el, és meglátjuk, hogy hol tudok még eljutni ezekkel. Ez most csak egy állapot, ahogy most itt az egyetemen tartok. Ennél már csak följebb akarok menni. Mik a pontos terveid? Ugyanígy menni tovább, minél több anyagot megismerni, minél jobban gazdagítani a tudástáramat. Kedvenc anyagom, ami ennél megálltam, az a gipsz, agyag, a viasz, a bronz, mindez ilyen képlékeny anyag, amiből tudok dolgozni, szabadon tudom használni, amiből építeni tudok, elvenni. Ugyanúgy a rajzolást is nagyon szeretem, és hogy milyen irány az, hát maradna ez a figuralitási ág, a figurális szobrászat, viszont ezt is egy olyan szintig fölvinni, ahol már nem mint tanulmány, nem mint próbálkozás, hanem mint művészeti nyelv, és mint műalkotásként tudnám tovább vinni. Minél nagyobb szintre akarok elérni vele. Nagyon szépen köszönjük, és nagyon sok sikert kívánunk neked. Köszönöm. Megszokhattuk, hogy ezen a napon mindig értékes irodalmi műsor színesíti a délutánt. Ezúttal Kozma Krisztián, Kazinczy díjas előadó versösszállítását hallgathatjuk meg. Most József Attila versszínházi műsorából ad ízelítőt Árszpoétika címmel. Csókol Attila, a hírneves költő, melyet nem szül kettő, sőt három ember öltő. Attilának tetszik ének, tánc és séta, ő az édes szavú aranyos poéta, hozzá más költő, csak analfabéta. Minden jól ment. Ekkor azonban Horger Antal professzorkinél magyar nyelvészetből kellett volna vizsgáznom, magához hivatott, és két tanú előtt kijelentette, hogy amíg ő megvan, soha nem lesz belőlem középiskolai tanár, mert olyan emberre úgy mond ki, ilyen verseket ír, nem bízhatjuk a jövő generáció nevelését. Sokszor emlegetik a sors iróniáját, és itt valóban arról van szó. Ez a versem tiszta szívvel a címe, igen nevezetessé vált, 7 cikket írtak róla. Ha örül Horger Antal úr, hogy költünk nem nyelvtant tanul, sekély-ekély. Én egész népemet fogom nem középiskolás fokon tanítani. Kozma Krisztián vagyok, másodéves tanárszakos hallgató az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, és a tanulmányai mellett hobbiként, illetve szenvedélyként foglalkozom versmondással és versszínházi produkciók készítésével. Milyen előadást fogsz ma tartani itt a József Attila emlékházban? Hát stílszerűen József Attila életművéből egy versszínházi összeállítást, amelynek a gerincét az ő kurikulumvitéje fogja képezni. Ehhez fognak majd kapcsolódni versek, illetve prózai szövegrészletek. Volt szerencsém Budapesten, illetve szülővárosomban, Marcaliban is előadni már ezt a műsort. Remélem, hogy a közönség kedvence lesz majd itt is. Én állítottam össze, illetve terveztem a
díszletet idézőjelesen a jelmezt és hasonlókat. Más költőktől is vannak műsoraid? Igen, igen, van egy márai műsorom, illetve Berzsenyi Dániel életművéből készítettem el nem is olyan régen szintén egy hasonló versszínházi produkciót, de még nyitott vagyok egyéb költőkre is. Kedves Flóra, bocsásson meg nekem, hiszek a csodában. Számomra csak egy csoda lehetséges, és ezt meg is teszem. Tudom, hogy szeretett, tudta, hogy szeretem. A többi nem rajtunk múlott. Utóirat kérem, vasárnap ne jöjjön. Tudod, hogy nincs bocsánat? Ilyen találkozott. Légy, ami lennél, férfi. A fű kinő utánad. A bűn az nem lesz könnyen. Hiába hull a könnyed. Hogy bizonyság vagy erre, legalább azt köszönjem. Ne vádolj, ne fogadkozz, ne légy komisz magadhoz, ne hódolj és ne hódíts, ne csatlakozz a hadhoz. Maradj fölöslegesnek a titkokat, ne lesd meg, s ezt az emberiséget, hisz ember vagy, ne vesd meg. Emlékezz, hogy pörögtél, s hiába könyörögtél, hamis tanútra leltél saját igaz pörödnél. Atyát hívtál elestem, embert, Atyát, Isten, s romlott kölkökre leltél pszichoanalízisben. Vittél a könnyű szóknak, fizetett pártfogóknak, s lásd, soha, soha senki nem mondta, hogy te jó vagy. Megcsaltak, úgy szerettek, csaltál, s így nem szerethetsz. Most tehát a töltött fegyvert szorítsd üres szívedhez. Hogy vessel minden elvet, és még remélj hű szerelmet, hisz mint a kutya hinnél abban, ki bízna benned. A 31. költészetnapi József Attila versmondó verseny Somogy megyei döntőjének első helyezését Szabó Anna tanulónak ítélte a zsűri, aki a kaposvári Kodály Zoltán központi általános iskola tolnita. Gyurkovics Tibor, apám árnyéka. Margó néni dolgozatot iratott velünk. Azt mondta, jól gondoljuk meg, aztán neki. Biztosan könnyű lesz írni róla. Apró részleteket is írjunk bele, hogy élethű legyen. Élethű. Mi az? Hű az élethez. Vagy olyan életszerű, mintha élne? Igen, szoborra szokták azt mondani, mintha élne. Pedig nem él, de sokszor több is annál. Azt is mondta Margó néni, hogyha valaki elolvassa, jobban értse, mintha ismerni. Nem tudom, sikerült-e? Apám. Apám nagy léptekkel jön haza. Az ajtóban sokáig törli a lábát. Csönget, vagyis saját kulcsa van. Azt forgatja sokáig a zárban, hogy tudjuk, ő jött meg. Mi a testvéreimmel tudjuk rögtön, hogy ő jött meg. Na megjöttem, ezt szokta mondani. Mi a testvéreimmel az előszobában állunk, és várunk. Hogy megcsókoljon minket. Vagyis mi csókoljuk meg őt. Ő nem csókol meg minket, soha csak tartja az arcát. Még Mónita kicsit néha fölemeli és megcsókolja. Ezt nem tudom biztosan, majd megkérdezem még a Mónitól, de ő nem biztos, hogy emlékszik rá. Na mit hoztam? Kérdezi legtöbbször még kabátban. Mindig hoz valamit, ha jön. Vagyis, ha megérkezik, rögtön van nála valami. Minden jót kitalál. Sípot hozott már, rengeteg cukrot, nekem piros karórát vett. Móninak nagy oroszlánt, olyan érdekes dolgokat hoz mindig, ha jön. Dórinak egyszer egy karkötőt hozott, amin egy korongocska volt, vonalakkal. Azt pörgetni kellett, és akkor a betűk összeugrottak. Ide írom, mi pörgött ki a betűkből. Ich liebe dich. Vagy nicht, nem tudom. Ez érdekes volt. Hozott már sípot, diót, még szalonnát is. Nekem hozott egy macskát a falra agyagból. De szép,
szóval így jön. Aztán bemegy, üdvözli anyánkat. Leül az íróasztalhoz, sok dolga van, ott ül. Még itthon is dolgozik. Mi akkor csendben vagyunk, inkább csak a konyhában kuncogunk. Akkor bejön néha, ránk néz, elcsöndesedünk. Ő meg visszaül a helyére, dolgozik az íróasztalnál. Árnyék, aki rajzolódik a lámpafényben a falra. Aztán mindig játszik velünk, mindig mesél. Egérről, farkasokról, vicceseket, néha szomorúakat. Mi az ágyban fekve hallgatjuk. Ő sokszor az én kezemet fogja, úgy mesél. Akkor érzem magam a legjobban. Már nem is értem, mit mesél, csak hallom a hangját. Na most elég, mondja a végén, mi meg behunjuk a szemünket, hogy jöjjön a sötét. Az álom. És én mindig róla álmodom, hogy jön nagy kabátban hazafelé. Ő meg visszaül a helyére, dolgozik az íróasztalnál. Árnyéka kirajzolódik a falra. Hát, ezt írtam. Nem tudom, tetszik-e majd Margó néninek. Vagy hogy életszerű-e. Holnapig még meglátom, ha nem jó, írok egy másikat. Talán kicsit túlságosan kiszíneztem. És nem egészen igaz. Margó néni mondta, hogy úgy írjuk le, ahogyan van. Nem akaródott. Ez is élethű. Apa ugyanis nem mindig jön haza. Az nem igaz ebben az egész dologban. Vagyis ritkán jön. Az viszont nagyon igaz, hogy mindig hoz magával valamit, valami remek dolgot, arra esküdni mernék. Még le se tudtam írni elég élethűen, mennyi mindent hoz. Titkos, érdekes dolgokat. És azt sem egészen írtam igazán, hogy zörög a kulcsával, mert nincs is kulcsa. Csönget. Mi engedjük be? Sokszor kiabáljuk, rabló, rabló, ő meg csak állott. De nem ráértjük. És persze nem üdvözli anyánkat. És nem ül le az íróasztalhoz már régen. Ezt írja meg! Ez aztán élethű lesz! De volt, amikor leült, az az igazság. És hogy sohasem mesél, mert este már sosincs ott, ezt a mindennapos vacakságot írjam le, vagy ez az igazság, ilyen az igazság. De sétáltunk egyszer, és akkor gyönyörűt mesélt az igaz. És hogy nem rajzolódik ki a lámpafényben a feje este. Na és, van, aki sose látja az apukáját. És az is színigaz és életű, hogy vele álmodom, hogy jön haza nagy kabátban. Még nem tudom, beadom-e a dolgozatot így, ahogyan van. Holnapig még meglátom. Én annyira életűnek találom. És lássuk, hogy ki lett az első. Úgy hívják, hogy Bogdán Helga. Felkészítő tanára Bögös Lászlóné. Szabó Lőrinc, Szivárvány Pest fölött. A vihar elvonult. Kilépek a kapuajból, ahová bevert a zápor. Már csak egy-két elkésett csepp zizzen a lelkék égből. Hogy kiderült a mennydörgő nyári délután? Tele megint az út, a járda, és minden friss lett, és vidám. Indulok, egész negyed órát vesztettem a kapu alatt. Sietnék, de már is megállít szép varázslóm, a pillanat.
Véges végig lángol az utca, mint egy kigyulladt nagy tükör. S a végén lent a Margit hídnál az alkoni nap tündököl, és szinte leolvad a földre, és új tenger gyújt az arany ablakokon, s a nedves aszfalt párolgó pocsolyáiban. Sietnem kéne, de csak állok és nézem az aranynapot. És mikor szemem már belesajdul és könnyezve elfordulok, kelet felé, a szürke város felett új színjáték fogad. Két óriás karfut az égre, s parázsló évben összecsap. És Újpesttől Csepelig érnek a puhán izzó félkörök, s én szédülve, káprázva állok a nap s a szivárvány között. S égni szeretnék, szállni én is, szín lenni, válasz, üzenet tükrözni, hogy mi gyönyörűek, jelt adni, amit értsenek. És majdnem sírva fakadok, hogy a szépség milyen idegen. Nem értem ezt a ragyogást, és ő sem tud az én nyelvemen. És sápad, kihűl a szivárvány, kialszanak a pocsolyák. Fájva és megbékülve lassan megyek a dolgomra tovább. De azért melegebb a szívem, melenget, őriz valamit. Egy boldog percet, merre visszagondolni mindig jól esik. Tisztelettel megköszönjük a zsűritagok lelkiismeretes munkáját. Szívből gratulálunk minden győztesnek, résztvevőnek és felkészítőnek. Költészetnapi rendezvényünk végén átadjuk a szót Szabó Zoltánné Gelencsér Ilonának, iskolánk igazgatónőjének. Mi megköszönjük egésznapos figyelmüket. Elköszön a két bemondó, Pacskó Szilvia és Nagy Zoltán. Szállóigénkkel búcsúzunk. Jövőre, veletek, ugyanitt. Viszontlátásra! Én megköszönöm Önöknek, hogy a mai napon velünk ünnepelték a költészetet. Megköszönöm a versmondó tanulóknak, a felkészítő pedagógusoknak és a szülőknek. És megköszönöm mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy ez a mai nap ugyanúgy, ahogy már 31. éve mindig és mindenkor létrejöhetett. Köszönöm minden támogatónak, köszönöm kollégáinak, akik a háttérben az elmúlt hetekben is és a mai napon is nagyon-nagyon sokat dolgoztak azért, hogy ez az esemény megvalósulhasson. Köszönöm Mikulca Gábor kollégámnak, aki ebben az évben felvállalta Nemes Márta kolléganő után, aki ugye az elmúlt évben nyugdíjba vonult, hogy megszervezi ezt a versenyt. És akkor jövőre veletek! Velük, önökkel, ugyanígy.